Sok szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket a képernyők előtt. Csáki Márton vagyok a Városi Stadionból. Pillanatokon belül megkezdődik a Hódmezővásárhelyi FC Majosi Ese MB3 középcsoportjának bajnoki mérkőzése. A 16. fordulóban járunk már, és Zsinórban 8 meccsen nem sikerült a vásárhelyi csapatnak a pontszerzés. Nagyon bízunk benne, hogy a sereghajtó majosiak ellen végre megtörik ez a rossz széria. Nézzük meg a kezdőcsapatokat. Hazai oldalon a kapuban 12-essel Kandor Zsombor, mezőnyben 2-essel Zahorán Balázs, 3-assal Tóth József, 4-essel Huszár Gergő, 8-assal Orovec Ádám, 9-essel Bata Kristóf, 11-essel Tapiska Géza, 14-essel Orosz Márk, 15-össel Ludánszki Bence, 16-ossal Katona György és 21-essel Pleszkán Tibor. Kandó Róbert vezetőedző ennek a 11-nek szavazott bizalmat itt a mai délutánon. Kispadról szállhat be menet közben majd akár a kapuba 1-essel Veszelovszki Gábor, 5-össel Gyüre Levente, 6-ossal Darida Ádám, 7-essel Gyürki Máté, 10-essel Koncz Adrián, 13-assal Mezei Olivér, 18-assal Becsek Bendegúz, 20-assal Sinder Roland, vagy 22-essel Rau Gergő, tehát van bőven variációs lehetősége a hazaiak vezetőedzőinek. És nézzük Tihanyvári Lászlót, a vendégek vezetőedzőjét, ő hogy állította össze a csapatát. Itt már a kapuban 1-essel Genzler Gellért, 4-essel Lednecki Gergő, 6-ossal Kugli Ákos, 7-essel Vituska Norbert, 8-assal Kovács Erik, 12-essel Széles Bence, 13-assal Petrovics Tamás, 14-essel Illés Barna, 15-össel Tamás Bence, 66-ossal Simó Csongor és 77-essel Nagy Zsolt. Náluk a kispadon jóval kisebb a variációs lehetőség, hiszen mindössze 4 cserejátékos neveztek erre a mérkőzésre. Köztük 5-össel Györfi Áront, 9-essel Sánta Áront, 11-essel Réti Dominikat és 22-essel Győri Mátét. Ezek tehát a felállások a két oldalon. Narancsárga szerelésben egyébként a vásárhelyi csapat, zöldben a vendég majosiak. A mérkőzési játékvezetője Muhari Gergő, asszisztensei Dobos Dávid és Berendi Tamás. Most már ismerünk minden főszereplőt. Lássuk, hogy mi történik a pályán. Támadólag lépünk fel már itt a mérkőzés elején, és itt szögbet helyett kirúgás jöhet. Genzler hosszan előre. Vituska próbáltam erre venni, de taszajtottak rajta egyet, így a félpálya magasságából jöhetnek szabadrugással a vendégek. Egy hosszan előre ívelt labda, amit könnyűszerrel kifejelünk. Aztán sikerül begyűjteni. Bata Kristófnál már a labda. Térül fordul. Zahoránig jut el aztán. Két héttel ezelőtti állapotokhoz képest egyébként nagy változás, hogy Szűcs Robert vezetőedzőt eltávolították a kispadról, itt a vereségek hatására. Kandó Robertet ültették le a helyére, vele próbál a vásárhelyi csapat kikecmeregni abból a gödörből, ami bekerült itt az elmúlt fordulókban. Ami mindenképp pozitív, hogy hétközben Magyar Kupa meccsen legjobb 32 közé jutásért sikerült a Csomád gárdáját idegenben 1-0 arányban felülmúlni és bejutni a legjobb 32 csapat közé. Bízunk benne, hogy ez ad egy olyan lökést a srácoknak, hogy a mai délutánon le tudják gyűrni itt hazai környezetben a sereghajtót. Nagyon fontos lenne elkezdeni gyűjtögetni a pontokat. Ami még augusztusban nagyon jól ment egyébként, utána ragadtunk be teljesen. Hazai oldalon egyébként Povázsai és Bódai az, akire sérülés miatt nem számíthatott Kandó Róbert vezetőedző. Eltiltottként pedig Forró Attila az, aki nem bevethető itt a mai délutánon. Rajta kívül mindenkire számíthatott a szakmai stáb. Egy szép fordítás állt a jobb oldalra Tóth József irányába, de ha Usain Bolt lenne Tóth József, akkor sem érné utol ezt a labdát. Minden esetre jelzi, hogy jó volt, próbálkozzunk. Kirúgással jöhetnek a vendégek. Tök valószínűleg nem fognak kapkodni, nem tudom, hogy milyen céllal érkeztek ide. Eddig mindösszesen a 15 fordulat egyébként 3 pontot sikerült szerezniük, írdésmond. A Kozár Mislenye ellen, az Újpest 2 gárda, valamint a Svese ellen sikerült 1-1 pontot elcsípniük. Ezen kívül 12 vereséget sikerült begyűjteniük. Elég, ha csak a legutóbbi két fordulót
vesszük alapul, ott 6, illetve 7 gólt kaptak. Tehát itt tényleg jó esély mutatkozik arra, hogy sikerüljön végre begyűjteni a 3 pontot. Vituska próbálta megkerülni Tóth Józsefet. Vituska. Elválasztjuk a labdától, a játékvezető szerint szabálytalanul. Itt szabadrugást kapnak a vendégek. Próbálnak kicsit előrébb jönni többen is a vendégek közül. Sikerül megcsúsztatni így háttal, vállal, kicsit furcsán. Jó magasra vágjuk fel a labdát. Aztán ezt lefejeli Lednecki. Na, ki lesz végül a labda, most pattog ide-oda. Bata Kristófnál végül, aki egyből tudja tovább tenni Tapiskának. Az, mint hogyha kint lett volna. Az asszisztens nem így látja. Lehet próbálkozni, Jorovec Ádámtól jön egy próbálkozás, ami jócskán elkerül a kaput. De legalább volt egy lövés. Itt a mérkőzés 6. percének legvégén. Ezt talán feljegyezhetjük, mint próbálkozást. Genzler kirúgására várunk. Játékvezető megadja a jelet. Jön is a labda, ami a félpálya magasságáig repül el. Simó vágta föl magasra. Bata próbált zavart kelteni. Inkább kevesebb, mint több sikerre. Megint egyelőre vágott labda, egyelőre ilyenekkel próbálkoznak a majosiak. Hűha! Horovec. Végre sikerül megszeríteni, és aztán Zahorán irányába eljut. Mondjuk megpattant a labda, de végül csak eljutott a címzethez. Sikerül rálépni a labdának Tapiskának, aztán tovább Zahoránnak. Eddig jó ez a támadás építés. Zahorán és Tapiska szépen a bal oldalon. Kombinál, Tapiska meg kivezeti az alapvonalon túlra. Nem baj, a lelkesedés szemmel látható. Többek között ez is volt a feladat a Kandó Róbertnek, hogy felrázza a társaságot ebből az apátiából, ami bekerült. És valahogy átmozdítsa a társaságot a holdpontról. Hetek óta tartó holdpontról. Egyelőre az akarással nincs gond. Azt gondolom, hogy ez is már pozitívunként értékelendő. Horovec. Katonától elveszik, aztán érkezik Ludánszki nagy lendülettel, és sikerül is megszerezni a labdát, ami aztán Tóth József révén hátra kerül Kandó Zsomborhoz. Váltás volt a kapuban, ugye Szűcs Róbert vezető edzősége idején Veszelovszki Gábor kapott rendszerint bizalmat Kandó Róbertnél, azonban Kandó Zsombor lépett elő egyes számú hálóőrként. A hétközi kupa meccset lehozta kapott gól nélkül. Reméljük, hogy erre lehet építeni. Mint egyébként majdnem egy bő fél órát emberhátrányban voltunk kénytelenek játszani Ludánszki kiállítása miatt, úgyhogy még inkább becsülendő sikerült behúzni azt a meccset, és a legjobb 32 közé jutni ezáltal. Ez Zahoránnak kicsit pontatlan. Hibák vannak, aprócska hibák, de ezt tudjuk be az akarásnak. Jó lesz ez. Szép napsütéses idő van egyébként. Itt labdarúgása tökéletes. Huszár. Tovább Lutánszkinak. Majd Orovec. Tapiska. A bal oldal teljesen tiszta, észre is vesszük Zahoránt. Zahorán és Tapiska újra próbálnak itt kombinálni. Zahorán mutatta, hogy befele kellett volna jönni a labdának, komán Tapiska kifelé próbálkozott. 10. percben járunk már. 0-0 a mérkőzés állása. Hey!
Az előző fordulóban egyébként, ha már a bajnokságot nézzük, nem a kupát, az Újpest 2 vendégeként szerepeltek a srácok, és ott 3-1-es vereséget szenvedtünk Kandó Róbert bemutatkozó mérkőzésén. És csak ellenpéldaként mondanám, hogy a Majos akkor hazai környezetben kapott a Váctól 1-7-est, annak a mérkőzésnek a végeredménye 1-7 az ő szemszögükből. Úgyhogy ők sincsenek éppen kirobbanó formában. És ha már itt tartunk, hogy előző forduló, nézzük meg, hogy a mostani fordulóban milyen párosítások vannak. A Budapest Honvéd 2 a Dabassal játszott volna ezt a mérkőzést, azonban elhalasztották. Taksony Kecskemét, Kőrös Ladány, Kozár Vislány, Dabas Gyón Ferencváros 2, SMTK Paks, Szekszárd Újpest 2, Váca Monort fogadja, Iváncsa Dunói Város és Rákos Mentesz Vese, Szegedi Vélyese. Ezek a forduló párosításai. De minket természetesen ezek közül legjobban ez a Hódmezővásári FC Majosi SE összecsapás érdekel, és bízunk benne, hogy sikerül hamarosan megszerezni a vezetést, az biztos, hogy jót tenne a lelkeknek. Horovett szabadrugása, jön középre, alá löbbölt a labdának lényegébe, Bata vissza Horovetsznek. Jobb oldalon trükközgetünk. Tapiska. Zahorán teljesen tisztán a bal oldalon sikerül is észrevennie Tapiskának. Zahorán befelé húz el. Ott vagy 2-3 emberen kellett volna keresztül verekednie magát, ez azonban nem sikerült. Bata Kristófról pedig kikerül a labda az alapvonalon túlra. Megint csak vendégkirúgással folytatódhat a játék. Szokásos távolságig jött el a kirúgása Genzlernek. Hát a labda nem sokat van a vendégeknél, ezt meg kell hagyni. A labda birtoklás az ilyen 80-20 lehet körülbelül a javunkra. Jó lenne, hogyha ezt a nagy arányú különbséget sikerülne gólbeli különbségként is kamatoztatni. Még most egészen hátra kerül Huszárig. De senkitől sem zavartatva hozhatja játékba a labdát. Aztán Katona, Orovec. Próbálják támadni, Imelámmal teszik mindezt. Zahorán, Tapiska irányába, van egy jó becsúszó szerelés Kuglitól. Zahorán bedobása, Batát találta meg, Bata kicsit magasan, de Katona meg tudja menteni. Aztán van egy közbelépő ember, Tamás Bence személyében. Lednecki fejelt el, visszakerül azonban hozzánk nagyon gyorsan a labda. Zahorán. Várja, hogy mozogjanak a többiek. Katona. Elindul. Zahorán. Zahorán is befelé. Ott szépen látta meg a rést. Aztán kiteszi Tapiskának a bal oldalra. Na, mihez kezdünk ezzel? Kellene egy jó beadás. Zahorán. Bata. Tapiska. Átfordítjuk a túloldalra, nem volt a legpontosabb Ludánszki irányába. Mutatja Tóth Józsefnek, hogy merre helyezkedjen. Tóth József megindul nagy lendülettel a jobb oldalon. Lepattan a labda Petrovicsról, bedobással jöhetünk. Tóth József nagyot tud dobni, nem tudom, ezt a majosiak tudják-e. Ezek szerint igen. Lednecki fejelte ki. Ez lehet egyébként egy jó fegyver az ilyen rögzített szituációknál. A Tóth József be fogja tudni hajítani oda közvetlenül a kapu előterébe. És ebből profitálhatunk. Tóth József nagy birkózása. Vituskával. Sikerül egy szögletet kiharcolni. Horvátz kocog le a szögletzászlóhoz, hogy elvégezze a sarokrugást. Mérkőzés 15. percében járunk egyébként, továbbra is 0-0 a mérkőzés állása.
Borovec középre tekeri. Huszár nem találja el. Dudánszki. Az is épp, hogy elkerüli a kaput. Újabb próbálkozás hazai oldalon. Zohorán tudta tovább fejelni, aztán már Orovec. Az jónak tűnő kiugratás, ott Bata is megy a labdára, illetve Orosz Márk is. Itt szabálytalanság. Jó helyről jár szabadrugás, amit gyorsan elvégzünk. Pleszkán lép ki, Pleszkán! És mellé gurít! Hihetetlen, nagyobbnál nagyobb helyzetek maradnak most ki. Egyelőre kimaradnak a helyzetek, de legalább vannak helyzetek, ez is nagy előrelépés egyébként a két héttel ezelőtti mérkőzéshez képest, amikor emlékeim szerint összesen két lehetőséget jegyezhettünk fel a 90 perc leforgás alatt. Most egyébként már háromnál járunk, 16 percnyi játékot követően. Hazai dobás jöhet. Zahorán hátra Huszárhoz. És most hátulról adogatva építhetjük majd az újabb támadásunkat. Katona innen mélységből próbálja szervezni a támadójátékot. Pleszkán Tóthhoz. Az összes majosi vendégjátékos a saját tér felén helyezkedik el, mélyen visszahúzódva. Így egyébként kimondottan nehéz lesz részt találni ezen a védelmen. De nem lehetetlen természetesen. Ihanyvári László vezetőedző tanácsait megfogadva Genzler nem kapkodja el ezt a kirúgást. Aztán végül mégiscsak megszabadul a labdától, még ha mindez csak ideig óráig teszi is. Katona, hát szépen rátartottak a lábára, idézőjelesen tessék érteni a szépet. Tomás Bence volt a szabálytalanság elkövetője. Lubánszki, majd Tóth. Tóth mehet. Az jó Pleszkánnak. Pleszkán és Tóth. Egy kis pókfoci. Vituska jön ki ebből győztesen. Vendégdobás jöhet. Vituskát sikerül viszonylag könnyen elválasztani a labdától, ez szép volt Orosztól. Orosz, beleblokkolnak. Horovet. Orosz, egy jó beadás kellene, ezt kifejelik a vendégek. Katona, hát fordítanám balra. Résen volt azonban Nagy Zsolt. És megakadályozta a vásárnégy támadást. Dudánszki. Kapná vissza. Dudánszki. Mit fúj a játékvezető? Szabadrugás lesz kifelé. Érdekes ítélet. Petrovics Tamás csak összeszedi magát végül, és fogja tudni folytatni a játékot természetesen. Genzlerre várunk. Nagy Zsoltot választja társul. Nagy. Katona űzi hajtja. Próbáltuk volna elválasztani a labdától Tapiska révén, de Tapiskáról került ki a labda az oldalvonalon túlra elég egyértelműen. Gyorsan elvégzik a bedobást. Kugli és Nagy, na mi volt?
hazai oldalon láttak kezezést. Ez elég véleményes. De vegyük tudomásul, hogy az oldalvonal mellől jöhetnek szabadrugással a vendégek, csak egyelőre nincs, aki elvégezze a szabadrugást. Petrovics Tamás a kísérülését követően teljes vértezetben most jön elvégezni ezt a szabadrugást. Na most lehet elvégezni. Az nagyon trükkös volt. Petrovics és Nagy át a hosszú oldalra. A szabadrugás kombináció nem volt rossz, mint a beadás az nem kimondottan sikeredett jóra. Már 20 perc is eltelt a mérkőzésből, továbbra is 0-0. Volt három nagy lehetőségünk, legutoljára ugye Pleszkán volt, aki céltévesztett. Azóta nem sikerült újabb lehetőséget kidolgoznunk. Danszki, Orovec, Bata, az jó, Bata Kristóf. Jönnek többen is a kapu előtt, Bata. Hát ez kicsit elkényelmeskedte. Genzler pedig már indít, egyedül Nagy Zsolt elől. Zahorántól egy keménynek tűnő belépő. Nem teljesen onnan kellene elvégezni szerintem, de jó van. Kugli. Helyett Lednecki. Lednecki hosszan előre, Vituska irányába. Vituskáig azonban nem jutott el a labda, hiszen Tóth József meg tudta előzni. Na most Vituska. Egy belépő Katonától, aztán ott vitatkozik is egyet Vituskával. Hát ő úgy érezte, hogy nem érte el Vituska lábát, és Vituska szimulált. Ezt innen nehéz megállapítani. Tapiska. Katona. Simó szerez labdát. Nem nagyon van, kinek passzoljon. Most Vituska jött és kérte el tőle. Nagy Zsolt irányába. Jó is az indítás. Nagy és Zahorán. Nagy szépen megy el. Na, nem tudjuk megállítani Nagyot. Ketten se. Tapiska is besegített pedig. Hoppá, volt baj. Most kicsit felragadnak a vendégek. 4-5 játékosuk is. Most lehetne egy gyors ellentámadás vezetni. Bata Kristóf vezetheti. Visszalassulunk sajnos. Tapiska majd Orovec. Az nagyon jó. Tóth József még el is érheti. El is éri. Sikerül belekapni a Ledneckinek. Katona. Illés. Tapiska. Orovec. Orovec lő. Jó kis lövés volt az. Orovec második próbálkozása. Ez jóval közelebb járt a gólhoz, mint az első. Pleszkán birkózik. Bata. Távol a kaputól. Sőt, egyre távolabb. Katona. Egész átra kerül Huszárig, aki a félpályánál helyezkedett épp. Zahorán, Tapiska, majd újra Huszár.
Hát lehetne forgatni a másik oldalra. Dudánszki, ajjaj, ez sikerül eladni, Kugli pedig el is indulhat. Kugli nagy lendülettel, oda lépünk neki. Egy aprócska szabálytalanság, de fontos volt, hogy Kugli megindulhatott volna. Katonával beszélgetett a játékvezető. Kugli ezzel a hempergéssel elcseny jó néhány értékes másodpercet a játékidőből. Na, sikerül-e még ma elvégezni ezt a szabadrugást? Szerencsére igen. Zahorán, Tapiska. Bata. Egy kis kakaskodás. Bata és Tamás Bence. Zahorán. Bata. Vituska. És Nagy Zsolt viszonylagosan tisztán kapja a jobb oldalon. Mi történik? Vituska valamit mondhatott a játékvezetőnek. Így is van. Sárga lapot kap a vendégek csapatkapitánya, Vituska Norbert. Nem teljesen volt egyértelmű a szituáció, hogy Vituska mire felkapott sárga lapot, de az tény, hogy egy veszélyesnek tűnő vendégtámadást akasztott meg ezzel a játékvezető. Hiszen Huszár csak szabálytalanul tudta megállítani Nagy Zsoltot, de ez már a fújást követően történt, tehát olyan, mintha meg sem történt volna. Hogy egész pontosak legyünk. Orosz adja el. Most Illés Barna szerez labdát. Az előbb Kugli Ákostól láttunk hasonlót. Hát ezt úgy sikerült arra rúgni, amerre állt a vendégjátékos. Orovec. Szépen tovább. Katona. Zahorán tisztán a bal oldalon, most kapja. Kicsit lassan jött ez a labda. Katona. Ludánszki. Orovec. Nem volt jó senkinek. Ludánszki tovább. Bata. Vituska. Megint egy hosszú labdával próbálkozik. Ez maradjunk annyi, hogy nem sikerült túl jól dobhatunk. Gyorsan elvégezzük a bedobást, Orovec. Nézte Huszár és Katona, hogy most melyikőjük menjen a labdáért. Zahorán. Tapiska. Huszár. Nála marad. Ó, Orovec nagyon rosszul teszi vissza, és lendületből érkezik széles. Na most jönnek hárman. Nagy Zsoltnak ki. Nem sikerült pontosan Nagy Zsolt elé tenni a labdát, pedig azt láthattuk, hogy Nagy Zsoltnak mind a sebessége, mind a cselezőkészsége nagyon rendben van, úgyhogy vigyáznunk kell majd ezekre a vendégkontrákra. Bata. És a bíztatás a lelátóról, hogy harcoljatok. Az jó Tapiskának.
A Piskát ketten is támadják, de mégis tovább tudja tenni Zahoránnak. Zahorán. Hát vagyunk bajba. Szépen, a Piska. Dudánszki helyett Katona kapja. Dudánszki megint hátra. Ez majdnem így lett jó. Kugliot megcsinálta bent a idézőjeles lövőcsát azzal, hogy nem talált el a labdát. Ez jól jött középre. Fleszkán csúsztat mellé. Vendégdobás, 31. percben járunk már. Továbbra sincs gól a mérkőzésen. Katona visszafejeli. Kuglinak hagyja, korolja a bedobásokat. Nagy Zsoltó kap egy másik labdát. Kugli. Sikerül megcsúsztatni? Nem, de mégis a vendégeknél marad a labda. Szép cselek. Tamás Bence. Nagy Zsolt. Egy szögletet kiharcol. Vendégek első sarokrugása jöhet a mérkőzésen. Nagy Zsolt harcolta ki. És ha jól sejtem, akkor Petrovics Tamás lesz az, aki középre rúgja, hiszen ő az, aki a pontrugás specialistának tűnik vendég oldalon. Mondjuk körülbelül ez lesz a második pontrugása. Hiszen volt egy oldalszabadrugása, most szöglettel próbálkozhat a vendégek 13-asa. Itt az a hosszúra szállát még, azt vissza is lehet egyébként csúsztatni, de nem így, Tóth József résen volt és oldalra kicsúsztatta. Marad a labda azonban a vendégeknél, Vituska ott hagyja Kovács Eriknek, hagyd dobjon ő. De aztán Kovács Erik sem akar dobni. Tamás Bence lesz az, aki végül magára vállalja ezt a nem túl bonyolultnak tűnő feladatot. Jól jött az középre. Rudánszki ki tudta csúsztatni. Na most ezzel el lehet menni a jobb oldalon. Orosz. Orovec. Orovec és Lednecki. Orovec szépen. Nem sikerült középre tenni. Viszél aztán Kovács Erik és keresztez. Ajjaj, ez lap lesz valószínűleg. Így van. Hazai oldalon is megvan a mérkőzés első sárgalapos figyelmeztetése, Katona György kapja. Nem kapkodják el a vendégek ezeket a szabadrugásokat, az tény, a játékvezető pedig engedi nekik azt, hogy ne kapkodjanak. Bata emelgeti szerintem teljesen feleslegesen. Gyorsan elvégezzük a szabadrugást, de mozgott a labda, úgyhogy a játékvezető visszafújja. Most kicsit útban volt ráadásul a játékvezető. Katona. Zahorán. Kellene egy jó beadás. Zahorán. Jó az a hosszú oldalon még. Orosz tudja visszacsúsztatni. Utoléri az oldalvonal előtt. Igen. Orovec. Tóth Józsefig. Tóth beadása. Pleszkán csúsztat. És egy védés. Genzler Gellért tornázta ki szögletre. Pleszkánnak ez volt már a harmadik lehetősége. Horovec sarokrugása tehát a 35. percben. Jól jön középre, Tóth. Így épp, hogy fölé szállt. Tóth fejesét követően megpattan még valaki, úgy újabb szöglettel jöhetünk.
Horovecion át a másik oldalra is. Középen kell rendet tenni, hiszen van egy kis kakaskodás. Egy kis készfogó, de az nem szabályos kimondottan a labdarúgásban. Egyébként tovább folytatódik a lögdösődés, csak nem olyan nagy elánnal. Hát ez nem túl jó szöglet. Mondhatni kimondottan rossz. Kikanyarodott a túloldalon. Genzler sokadik kirúgása gyakorolhatja ezt a műfajt. Mondjuk szerintem a többi meccsen is így van, nem csak most. Nagy szépen pörgött, forgott és tartotta meg. Ez meg jó lehet Tamás Bence irányába. Huszár tudja megelőzni Zahorán. Cselezésbe bonyolódik. Aztán Katonát támadják hátulról. Sikerül aztán végül hazajutatni Kandó Zsomborig a labdát. Kudánszki Katona. Tapiska, hagyja Zahoránnak, így még jobb. Az Tapiskának jó lehet. Középen érkeztek többen is, sajnos nem sikerült első szándékból középre tenni. Tapiska cselezget. Jóha, aztán elhagyja. Ez meg róla kerül ki az alapvonalon túlra, újabb kirúgás jöhet. És abban biztosak lehetünk, hogy a Majosi hálóőr nem fog kapkodni ezúttal sem, ahogy eddig sem tette. Mi helyzetünk volt egyébként? 7 lehetőséget számoltam eddig össze, ebbe volt komolyabb, meg kevésbé komoly is. Egyelőre nem sikerül bevenni a Tolna megyeiek kapuját. Horovec emeli föl, talán kicsit feleslegesen. Petrovics tovább Simónak. Aztán megszerzi a labdát Horovec. Vituskának. Teszi ki úgymond a kezét Ludánszki, tehát megállítja kézzel. Ezt még a játékvezető éppen szabályosnak minősíti. Katona. Zahoránnak egy keresztlabda, Zahorán bent tudja tartani, de menni kellene a saját labdájára. Nagy. Sikerült telibe trafálni Batát, és aztán Lednecki fejeli haza. Horovec, az jó Tapiskának, nincs les, csak Tapiskát megelőzik. Na ki lesz, Tapiska hagyta volna, akkor szöglet lehetett volna. Bata, az nem jó, dobhatunk. Most újra sikerül beszorítani a majosiakat a saját kapujuk előterébe. Bata. Horovec. Nem sikerül visszajutatni a Batához. Ludánszki cselezget. Még mindig Ludánszki. Ludánszki. Milyen szóló volt a Vásárhelye közép hátvédjétől. Tapiska. Most jön középre. Ezt is kifejeli Kugli révén. Na ki lesz Horovecé? Katona. Zahorán. Tót. Orosz. Na egy jó beadás. Jó az. Bata lőtt. Ez a próbálkozás is elkerüli a kaput, de egy újabb lehetőség. Genzler hosszan előre. Tóth vissza tudja fejelni, és ez Pleszkánnak akár jó lehet. Pleszkán versenyfutása Simóval. Aztán jön Bata segíteni. Batát ott beszorítják. Mit tud kihozni ebből a szituációból? Egy bedobást. Bata kéri és kapja is gyorsan. Ezt meg szélesen adja ki. Katona. Egy lövés távolra, ez is jó próbálkozás volt, azonban ez is elkerül a kaput.
Ez most teljesen jött a félpályáig. Némi nehézségek árán, de sikerül végül megszelidíteni a labdát. Huszár hosszan előre. Az is jó is lehetett volna akár orosz irányába, de figyeljetek a vendégvédők. Bata, Vituskával. Bata. Még mindig Bata. Na, mire megy? Egy szögletre. Horovec jöhet elvégezni az újabb szögletet. És már csak kevesebb, mint 5 perc a rendes játékidőből hátralévő idő itt az első félidőben, és különösebben sok oka nincsen a játékvezetőnek arra, hogy hosszabbítson. Hogyha hosszabbít is, maximum 1 percet, de személy szerint ennyit sem várok. Horovec megadja a jelet, jön a labda, tócsúsztatja meg Pleszkán. Genzler jó helyen állt, lényegében a kezébe pattant a labda. Majd próbálja meghúzni. Katona szépen. Tapiska. Nála marad. Némi szerencsével. Bata. Átforgatja a túloldalra oroszhoz. Kellene egy kis mozgás. Mindenki áll egyébként most. Álló háború. Tóth. Horovec még elcsípi az alapvonal előtt. Horovec indul el befele. Egyelőre nem tudják szabályosan szerelni, hát ez eléggé 11-es gyanús volt ám. Ez kimondottan 11-es gyanús volt, azonban néma maradt. Muhari Gergő sípja. Láttunk már ilyenért 11-est ítélni. De ez most nem az az alkalom. Genzler. Huszár a légtér ura. Horovec. Oroszt elválasztják könnyedén a labdától. Vituska. Na, kié lesz a labda végül. Ez így szöglet lesz. Elég gyatra megoldás. Horovec újabb szöglete. Ez is jól jön. Dudánszki, azt, amit szedett ki Genzler. Az első léc alá tartott ez a fejes. Genzler reflexei azonban a helyén voltak. Ez szép védés volt. Széles tudta kifejelni, aztán Vituska segít neki, és csak kijutatják a labdát a 16-oson kívülre. Katona. Horovecnek, na még egy jó beadás kellene. Az jó. Ludánszki, óha! Ez jócskán elkerül a kaput. Elő vagyunk az utolsó percen az első félidőben. 0-0 a mérkőzés állása. Volt 11 helyzetünk, helyzetecskénk. Ebből nem sikerült a kapuba találni, hát bízunk benne, hogy a második félidőben fordul a kocka, és valami csak bemegy ennyi lehetőségből. Márha lesz ott is ennyi lehetőség, de hát bízunk benne, hogy lesz. Tapiska mellett nem tud érvényesülni Kugli. Kapnak is egy szabadrugást. Tapiska aztán még egy kicsit ott szórakozik. Kovács Eriket nyugtatja a játékvezető. Na, mire vár Lednecki? Lehet, hogy tapsra vagy fényképészre.
Horovec. Nem sikerül Pleszkánt játékba hoznia. Széles előre. Dudánszki. És a játékvezető úgy gondolja, hogy nem tesz rá. Nem hosszabbít az első félidő végén, 45 percnyi játékot követően. Azt láthattuk, hogy hatalmas vásárhelyi fölény van és sok-sok helyzet, amiből nem ment be semmi. Így a félidőben Hódmezővásárhely FC Majosi SE 0-0. Innen folytatjuk hamarosan a második félidővel. Pillanatokon belül folytatódik a mérkőzés a második félidővel. Van még egy kis összekapaszkodás és fogadkozás hazai oldalon. Ami ki tudja, meddig tart. Bár meddig is eltarthat. A játékvezető nem sürgeti meg a mieinket. Kíváncsi vagyok, hogy lesz ennek eredménye. A helyzetek megvoltak, helyzetecskék. De konkrétan a kaput egyszer sikerült eltalálni ott Ludánszki fejesén, a többi kísérletnél mind mellé vagy fölé szállt a labda. Ha lesz ennyi lehetőségünk, én hiszem, hogy sikerül egyébként a vendégek kapujába találni, de ezt majd meglátjuk az elkövetkező 45 percben. Változtatás egyik oldalon sem volt, mind a két oldalon ugyanaz a 11 futott ki, mint aki a mérkőzés legelején. Katona. Katona. Imelámmal támadták csak. Tóth felé, ez pont így jó. Tóth. Na, egy jó beadás kellene Tóth. Az jó is, mondom én. Katona szerzi vissza. Az jó lehet Orosznak, Orosz be is tudja futni. Ha jól látom, a hazai kemény mag egy molinót tart ki, Habin talán az van, hogy köszönünk mindent. Szöcske talán, vagy Szücsi, tehát az előző vezetőedzőre utalva. Szöcske, igen, most kapom az információt, köszönünk mindent. Szöcske, ugye Szücs Robert volt vezetőedzőnek, volt ez a beceneve, és nekik köszöni meg a szurkolók az eddigi ténykedéseit. Egyébként ő a Vásárhelyi utánpótlásban folytatja, segítőivel egyetemben. Tehát teljes mértékben nem szakad el a Vásárhelyi csapattól. Bata, az jó. Na, bent volt-e vajon? Jelzi az asszisztens, hogy bent volt. Sikerül megszerezni a vezetést itt rögtön a második félidő legelején. Jó beadás követően. Megszerzi a vezetést a 47. percben a HMC-n. Angol szerző. Pleszkán Tibor. A 47. percben történik mindez, tehát nagyon gyorsan. Szép volt a befejezés, jó volt a beadás is. Ennek gól lett az eredménye. Na, nézzük a majosiak, hogy reagálnak majd erre. Most már kénytelenek lesznek esetleg kicsit följebb jönni, kijebb nyílni. Kérdés, hogy képesek lesznek erre, vagy továbbra is mi dominálunk majd. Visszarendeli a játékvezető a középkezdést. Letámadunk, ez némi zavart kelt vendég oldalon. Huszár előre. Szépen tartotta meg Tamás Bence. Kovács. Megvan a napra, és mehetünk 4-4-ben. Ebből még bármi is lehet. Zahorán irányában nem teljesen volt ez az indítás, sőt. Csak a félpályáig tudták előre vágni, így visszakerül hozzánk a labda. Huszár, majd Ludánszki a labda útja.
Zahorán kapja a bal oldalon, Tapiska mutatja magát. Zahorán. Úgy tűnt, mint a leső jött volna vissza, azonban nem így történt. Ez csak optikai csalódás volt részemről. Tamás, elválasztjuk könnyen a labdától, Bata. Preskán próbálta volna kiugratni a les határon, azonban résen voltak a vendégvédők. Most hosszan előre Nagy Zsolt irányába, de hát ez teljesen reménytelen próbálkozás volt. Sikerült tehát megszerezni a vezetést, ez remélhetőleg nyugtatólag hat majd a csapatra. Innentől lehet talán kicsit felszabadultabban játszani. Hát még hogyha sikerülne még egyet rugnunk. Hiszen az egy gólos előny az nem garancia még semmire. Bármikor lehet gólt találni, de bízunk benne, hogy a majosiak nem fognak találni. Hát ha mi támadunk, akkor egészen biztosan nem. Katona. Orovecnek tovább, Zahorán robog a balján, kapja is. Tapiskát is beveszik a játékba. Dudánszki. Ez nem volt egy jó megoldás. Mit kezdenek a vendégek a megszerzett labdával? Belülik a védőink mögé, és Tóth Józsefet lefutja Petrovics Tamás. Tóth tud aztán keresztezni, és dobásra tud tisztázni. Vituska ott hagyja Petrovicsnak. Na, kié lesz? A miénk. Egy megkerülős csellel próbálkoztak, ez nem jött be. Huszár. Hosszan előre, orosz irányába. Az még jó is lehet, hogyha orosz be tudja futni, már pedig orosz be tudja futni, és rápöccinti Petrovicsra, így dobással jöhetünk. Amit majd Tóth József fog elvégezni jóval hátrébről, mint ahol kiment a labda, de ez szabályos, előrébb nem szabad elvégezni. Az jó Pleskán irányába, Pleskán. Nem tudja megtolni Lednecki mellett, de egy szögletet így is sikerül kiharcolnia, amihez már kocog is ki Orovec Ádám. Ugye az első fél időben is azt láttuk, hogy rendszeresen ő végzi el a pontrugásokat, legyen szó szabadrugásról vagy szögletről. Ilyenkor a védelemből előre jönnek ugye a magas játékosaink, Huszár is, meg Ludánszki is, és ők azok, akik középen várják a labdát. Orovec ját ad. És sikerül megcsúsztatni, teljesen tisztán fejelhetett Ludánszki, de körülbelül két méterről legalább kettővel fejelte fölé. Genzler kirúgása, most rég láttuk már, ebben a műfajban jeleskedne a vendégek hálóőrét. Tóth fejeli vissza, Pleskánnak ez jó lehet, de Pleskán túl tudja ugorni Lednecki. Egyébként az ő játékára se lehet panasz vendég oldalon. Meglehetősen magabiztosan takarít eddig. Reméljük ez változik még itt a mérkőzés folyamán. Orovec a jobb oldalon próbálja befűzni Tamás Bencét. Tamás Bence azonban szerelni tud, viszont a labda marad nálunk, hiszen kiment az oldalvonalon túlra. Bata. Ludánszki, majd Katona. Lehet menni, elég nagy tér volt Katona előtt, azonban inkább azt gondolt, hogy átfordítja a bal oldalra. Zahorán egy esernyőcsele. Zahorán, még mindig Zahorán. Elszáll keresztbe a kapu előtt. Jöhetnek a vendégek majd. Vituska, az jó, Tamás Bencének. Tamás, Nagy Zsoltot választja. Vituska indul el hatalmas rendülettel középen. Kérdés, hogy Nagy Zsolt majd észreveszi-e. Nem, egyelőre cselezgetésbe bonyolódik.
Na most érnek fel a vendégek a hazai kapu előterébe. Egy lövés, ami passznak is gyenge volt. Bata már. Bata. Tapiska. Tapiska és Bata. Teljesen tisztán kéri Orovec középen és kapja, és lemaradt egyébként négy vendégjátékos, csak ezt nem tudjuk a magunk javára fordítani. Orovec összecsúszik, aztán Ledneckivel, de szabályos volt a vendégek négyesének megmozdulása. Vituska! Ó! Milyen trükkökkel próbálkozik a vendégek csapatkapitánya. Tapiska Zahoránnak, Pleszkán kéri középen, Zahorán észreveszi-e, igen, csak nem tudja oda rugni. Pleszkán megint kéri, meg a túloldalon Orosz is, kikapja, Bata kapja. Bata, Ledneckivel a nyakán, Ledneck mindig mindenhol ott van. Nem tudom hány van belőle a pályán, valószínűleg egy. Csak általában jól helyezkedik. Na, Bata próbálta megverni, kifelé az alapvonal felé, de róla ment ki a labda, így jöhetnek kirugással a vendégek. 10 perccel is telt már a második félidőből, egy nullás hazai előny. Ezt a játékrészt jóval jobban sikerült kezdenünk és eredményesebben, mint ahogy az első félidőt. Mondjuk elég csak a gólok számát megnézni, hiszen az első félidőben ilyenkor még nulla szerepelt a csapatneve mellett, most pedig már egy. Dudánszki Vituskával a nyakában, Kandósz hátra, nehogy a végén veszélyes legyen. Gyorsabb játékra biztatják a fiúkat. A kispad mellől, kispadról. Zahorán, az jó Pleszkánnak. Pleszkának meg kellene tartani és várni, hogy jöjjenek segíteni a társak. Tapiska személyében jön is a segítség. Viszont a piskát könnyűszerrel elválasztják a labdától. Nagy Zsolt próbál kényszerítőzni Ledneckivel. Nem jár azonban sikerrel, hiszen visszaszerezzük a labdát. Katona! Át lehet ezt ide forgatni. Meg is történik, Tóth József kapja és veszi le, játszik könnyedséggel. A Vituska azonban megzavarja. Vituska nagyon agilisan. Vituska mindig még, Vituska. Húzzák, vonják egymást. Ezen Vituska oda csúszik. Még egy kemény belépő. És a mérkőzés első csereit fogjuk látni, amit a vendégek hajtanak végre. 11-es számmal érkezik Réti Dominik, Illés Barnát váltja. Illés Barna helyén a pályán 11-essel Réti Dominik. És az a jó oldalon is lesz egy változtatás. Csak nem tudom, hogy végrehajthatjuk ezt a cserét. Vagy majd csak a szabadrugás elvégzését követően. Nem, végrehajthatjuk. Tapiska Géza jön le 11-essel, és a helyén akkor 13-assal Mezei Olivér folytat. Tapiska a túloldalon jött le, nem kell megvárnunk, hogy ide kocogjon és úgy cseréljünk. Körbe kell most mennie. És a játékvezetője átad arra, hogy folytatódhat a mérkőzés. Egy-egy változtatás, tehát mindkét oldalon. Vendég oldalon már csak háromra van lehetőség, hiszen az öt csere, amit lehet végrehajtani egy mérkőzésen, az nem lehetséges a vendégeknél a négy csere játékosukkal, hiszen ennyit neveztek. Ennyit tudtak szerintem, valószínűleg ilyen prózai oka van. Mezei Olivér pedig egyből egy szöglettel jelentkezik, most nem Orovec végzi el. Nagy tömörülés a 16-oson belül. Mezei szöglete jó. Dudánszki fejjel, ez könnyedén húzza magához Genzler. Petrovics már a kidobott labdával. Katona.
Bata Kristóf egészen hátul. Meglepő itt látni. Így próbál labdát kérni. Tudánszki. Katona. Az jó volt. Orosz. Kapott egyet a combjára. Aztán Katona is kap egyet. Keményebbnél keményebb szerelések. Petrovics volt, aki a második szabálytalanságot elkövette. Most két vásárhelyi játékos is lent maradt. Kérdés, hogy van-e szükség ápolásra, de ez hamarosan kiderül, szerintem nem lesz. Hiszen Katona már talpon. Ugyanúgy, ahogy Orosz is. Mondjuk Orosznak még kicsit fáj, fájdogál. De legyünk benne biztosak, hogy fogja tudni még folytatni. Na Bata, nagy lendülettel veti bele magát ebbe a párharcba. Mezei becsúszva, aztán ott is egy becsúszó szerelés. Marad azonban labda a hazai csapatnál egészen idáig, hiszen Lubánszki kipasszolja az oldalvonalon túlra. Említettem már ugye a hétközi kupameccset. Az NB3 középcsoportjában érdekel csapatok közül több is játszott egyébként a szerdai napon kupameccset. A Dabas Gyón a Budafokot fogadta, ugye az első osztályú Budafokot, és hosszabbítás után tudott csak a Budafok, az első osztályú csapat tovább menni. Ez rendes játékidőt, tehát a rendes játékidő végén 2-2 volt annak a mérkőzésnek az állás, és a hosszabbítás követően Budafok 3-2-re tudott győzedelmeskedni. Akkor volt egy olyan párosítás, ahol két középcsoportban szereplő csapat csapott össze, a Taksony verte itt a Kozár Michelin 2-0-ra. A Monora Siófokot fogadta, a másodosztályú Siófokot, itt is 2-2 volt a rendes játékidőnek a végeredménye, a Siófok büntetőkkel tudott 5-4-re tovább jutni. A Kecskemét a Kisvárdától kapott ki, az első osztályú Kisvárdától 1-0-ra. Az egy kimondottan szoros mérkőzés lehetett. A Dunai Várost viszont az Újpest játszik könnyedséggel verte, ott 6-0-ra győzedelmeskedtek a lilafehérek. És ami még érdekesség, hogy Csongrád megyéből egyedül a Hódmezővásárhelyi FC csapata jutott a legjobb 32 közé. Ezen a Szeged-Csanád Grosics Akadémia csapata a harmadik kerület vendégeként kikapott a fővárosban 2-1 arányban. Úgyhogy a megyét a 32 között a vásárhelyi csapat fogja képviselni. De nézzük ezt az ellentámadást most. Orovec, egy jó csel kellene, vagy inkább kettő, ezt nem kaptuk meg. Egy beadás Oroveztől, megcsúsztatják, Leszkán előtt elcsúszik. Marad az 1-0-ás hazai előny, és Genzler kirúgására várunk egészen ideig. Most már érdekes módon gyorsabban el tudja végezni ezeket a kirúgásokat, így hogy hátrányban vannak. Katona Mezei. Mezei Zahoránnak szépen kombinálnak a bal oldalon. Orovec, az jó Tóth Józsefnek, Tóth József szépen zárkozott fel a támadással, vissza Orovecnek, Orovec lő, az oldalhálóban köt ki a lövését követően a labda, de ez egy ügyes támadásépítés volt, amit sikerült lövésre befejezni, sajnos azonban céltévesztett Orovec próbálkozása. Hát ez Nagy Zsoltnak meg pontatlan esélye nem volt elérni konkrétan. Tóth József jóval előbbről próbált elvégezni huncut módon a bedobást. A játékvezető azonban kiszúrta ezt. A próbálkozásnak nem volt rossz. Mezei indul-e nagy lendülettel, nagyon agilisan szállt be a mérkőzésbe. Orosz felé egy kiugratás, majdnem jó volt. Egy hosszú indítás nagy irányába. Hát ez megint nem volt pontos.
muszár majd Bata. Bata továbbra is itt mélységben kérje el a labdákat, és egészen visszahúzódik azért, hogy labdát kapjon. Zahoránnak ki a szélre. Zahorán befelé indul el, aztán inkább hátra gurítja Huszárhoz. Az jó. Orosz. Hát egy szögletet sikerül kiharcolni, az asszisztens jelzi is, hogy sarokrugással jöhetünk újra. A labda kipattan a lelátóra. Na még ilyet. De szerencsére van másik, úgyhogy lesz esélyünk gyorsan elvégezni a sarokrugást, már ha szeretnénk. Meg kell várni, hogy előre húzódjanak a védelem tengelyéből a jó fejelő játékosaink. Horovec ezt meg is várja türelmesen. Most jön középre. Óha! Volt egy vakrepülés. Lednecki repült egy nagyot. Szerintem senki nem bántotta Zahorán. Mezei kapja vissza. Vagyis kapná. Nem maradhat nálunk a labda. Zahorán. Na, mi lesz ott? Egy kis pókfoci megint. Ez pontatlan. Zahoránat kapott a lábára. De szerintem nem lesz gond a folytatást illetően. Igen, Bituska kér tőle elnézést. A vendége bedobását figyelhetjük. Vituska irányába szánt a labda. Pleszkán. Horovec. A szép. Bata. Orosz mozgott volna keresztbe. Nem jutott el végül hozzá a labda. Így viszont Tóth József és Horovec közös elővel megszerzi azt. Horovec. Másodszor esik el a 16-oson belül, de megint néma marad a síp. Mondjuk most nem is történt semmi. Szemben az első fél időben történtekkel. Ott valamit lehetett volna fújni. Bata becsúszó szerelése. Nem nagyon tudnak a vendégek egyébként támadásokat építeni és eljutni a hazai kapu közelébe. Lednecki. Ez most szép. Széles. Petrovics. Hosszínítás Pleszkán irányába. Pleszkán próbálja megszelídíteni a labdát. Sikerül is neki. Orosz. Türelmesek vagyunk, az tény. Eltelt egyébként a második fél idő fele is. A mérkőzés háromnegyedénél járunk. Továbbra is egy nullás hazai előny. Tóth, na egy jó beadás. Tóth kicsiben próbálja megoldani vesztére, de szerencsére marad nálunk a labda. Szóval Horovec visszaszerezte, megtartotta. Kinek hogy tetszik jobban, Katona Bata. Hát ez nem volt a legpontosabb. Mezei elő a szögletre tud menteni Tamás Bence. Újabb olyan sarokrugás, amit Mezei Olivér végez el. Ez is jól jön középre. Na, hol a labda?
védekezést láttak itt a lelátón. Helyet foglaló szurkolók. Réti Dominik próbálta tovább tenni. Ez így még jó lehet. Bizony, hogy jó lehet. Nagy Zsolt. Bata Kristóf nagyon szépen. Nagy beadás Petrovicstól át a hosszú oldalra Vituska felé. Vituska? Az alapvonal felé cselezett volna, de hát kicselezte magát a pályáról egész konkrétan. Na nézzük, a következő támadásépítésünkkel meddig jutunk el. Dudánszki. Mezei jött hátra, kell kérni a labdát. Horovec lebirkózzák, nem nézett ki a legjobban ez a szerelés. Tóth József. Tóth nagy lendülettel. Kuglival a nyakán. Orosz. Két emberen próbálta magát egy mozdulattal átcselezni, ez azonban nem jár sikerrel. Hátrébről kell végezni a bedobást. Tihanyvárd László folyamatosan a pálya mellől próbálja irányítani a csapatát, egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel. De folyamatosan hallani, hogy kitől mit kér, ki kivel cseréljen helyet, illetve ki merre mozogjon. Mivel nulla gól szerepel a vendég neve mellett, eddig mondhatjuk, hogy nem sikerül megvalósítani a vezetőedző által elképzelteket a majosiaknak. De ez legyen az ő problémájuk. Na, sikerült bent tartani. Petrovics majd Lednecki. Az úgy lesz jó. Tamás Bence. Dudánszki. Kettős cserő lesz egyébként hazai oldalon. Mezei. Mezei nagyon szépen csinálta. Nagy kedvel szállt be tényleg a mérkőzésbe. Orosz. Bata. Hát ez jócskán elkerül a kaput. De mondjuk azt, hogy ez is próbálkozás volt. Azért oldalom, hogy Gyürki Máté érkezik, és Sinder Roland. Azt még nem tudjuk, hogy ki jön le. Vituska megelőzte Szahoránt, és most adja át a játékvezető a cserére. Nézzük tehát, hogy kik jönnek le a pályáról. Az egyik a 14-essel játszó Orosz Márk, aki lejön. A másik pedig Pleszkán Tibor. Ők ketten jönnek le, és a helyükre tehát érkezik Gyürki Máté és Sinder Roland. Lejön tehát a hazai csapat gólszerzője is. A gólnál nagyon szép megoldást választott. Most kicsit leült a mérkőzés egyébként itt az elmúlt percekben, ezt mondhatom.
Lehet, hogy túlságosan megnyugtatta a csapatot ez a vezető találat, vagy nem tudom, hogy milyennek az oka. Bár tény, hogy továbbra sem hagyunk a majosiaknak lehetőséget a kibontakozásra, és ez legalább pozitívum, illetve az is, hogy vezetünk. Reszkán Tibornak ez volt egyébként a 7. gólja a bajnokságban, ezzel torony magasan ő a legeredményesebb vásárai játékos. Kudánszki előre. Vituska. Zahorán dobhat. Vissza Zahoránhoz. Horovec szépen fordul meg. Sindel. Bata. Tovább Tóth József irányába. Tóth mutatja, hogy kinek merre kellene menni. Aztán inkább visszaadja Batának. Ez tűnt biztosabb megoldásnak. Katona, Ludánszki. Kezezést láttunk, a játékvezető nem, és ön is egy indítás Nagy Zsolt irányába, ami pontatlan, így Huszár tud keresztezni. Áj, ez jó lett volna Gyürki Máté irányába, azonban nem jutott el hozzá a labda. Megint egy hosszan előre vágott labda, majd Zsoltot próbálják futtatni. Huszár sarokkal. Áj, Vituska jó helyen az ő szempontjukból. Réti befuthatja még azt, be is futja. Ez is szögle, Ludánszki mellett harcolja ki. Petrovicsot fogjuk megvárni, hogy kikocogjon oda a szöglet zászlóhoz. Petrovics tehát. Most előre jönnek azért többen is. Hát egész konkrétan 4 játékosa, vendégjátékosa hazai 16-oson belül. Sikerült elébe trafálni az egy szemembert, akit el lehetett találni. Megint egy blokkolt lövés. Ez jó lehet Sinden irányába. Gyürki lebirkózta Petrovicsot. Beütették itt a hintába az embereinket. Visszakapja. Simó. Taktikai szabálytalanság, aztán egy nagyon gyatra lövés, de ez már sípszót követően jött. Bata. Katonától Ludánszki kapta. Mezei most átjött ide a jobb oldalra. A pálya minden pontján felbukkan egyébként itt becserélését követően. A hazaiak 13-asa. Huszár nem nagyon támadják.
Ez egy becsúszó szerelés. Vituska. Bő 10 perc még a hátralévő idő. Továbbra is 1-0-ás hazai vezetésnek vagyunk szemtanúi. Annyi lehetőségünk azért talán nincsen, mint az első játék részben volt, de gólt most tudtunk szerezni. Zahorán, Batával, Bata mehetne, Bata megy is. Sindel irányába kezezés volt Simó Csongornál. Egész jó helyről és távolságból nyár ez a szabadrugás, amit akár kapura is lehet lenőni. Kérdés, hogy van-e olyan játékosunk, aki ezt magára tudja vállalni. Huszár és Horovec van ott egyelőre a letett labda mögött. Egy jó 25 méter lehet a távolság. Aztán végül Huszár elgyalogol onnan, és Horovec marad egyedül a labda mögött. Bota mutatja a többieknek, hogy ki merre menjen. Horovec ugye a szabadrugással. Horovec kapura tekeri. Genzler könnyedén ölelte magához a labdát. Nagy Zsolt irányába jön a kirúgás már. Ezt Ludánszki nagyon rutinosan kísérte ki. Hátrébről kell megint csak elvégezni. Ez már nem az első ilyen eset a mérkőzésen. Mezei remek ütemben tolta meg. Egy jó beadás kell a Mezei Olivér a hosszúra. Sindel irányába, Sindel kapásból. Szép támadás volt. Jelentősen célt évesztett azonban a hazai akuszosa. Bata. Bata. Ott valakinek a sípcsont védője. Egy jó löket a keresztlécen csattan Zahorán próbálkozása. Ez nem kis löket volt. Volt érdemelt volna Zahorán Balázs. Beleremegett a kapufa ebbe a lövésbe, nem csodálom. Újabb szöglettel jöhetünk. Ezúttal Orovec révén. Mezei most a kapust próbálja zavarni. Beállt oda Petrovicsol a nyakán, a 2-13-as. Ott a kapu közvetlen előterében az ötösön belül. Többiek az ötös és a 16-os vonalak között helyezkednek. Huszár csúsztat! Mit szed ki Genzler? Újabb nagy bravúrt mutat be a vendégek hálóőre. Nem az elsőt már a mérkőzés folyamán. Emlékeztetünk rá, hogy az első fél időben Ludánszkinak volt egy hasonlóan jó próbálkozása. Azt is szögletre tudta tolni Genzler. A másik oldalról most Mezei végzi el a sarokrugást. Horovecnek nem kell ide átkocognia Batának. Bata, az is jól jön középre. Ezt is sikerül megcsúsztatni. Jó, megpattant itt. Két fejen is. De végül mégsem jutott a kapuba a labda. Szűk 8 perc a hátralévő idő, rendes játékidőből plusz a hosszabbítás. Most talán rátesz 1-2 percet majd a játékvezető. Ezt majd hamarosan megtudjuk. Petrovics. Tóth jöhet. Gyürke elő a kifelé. Lednecki. Orovecet húzzák, vonják, hát ez szabadrugás kell, hogy legyen. Kovács Erik ragadta meg Orovec mezét és rántotta le a földre. Jó helyről jár szabadrugás, mondjuk ezt kapura rúgni nem kimondottan lehet. Bár láttam én már karonvarjút, ezt inkább be kell tekerni oda a 16-oson belülről.
Újabb csere hazai oldalon. Koncz Adrián érkezik majd, tízessel. Kérdés, hogy kinek a helyére. Hát nagyon úgy néz ki, hogy Orovec Ádám helyére. Tehát Orovec Koncz csere. Cserél a HFC, Orovec Ádám még a pályán, tízessel, Koncz Adrián. Mezei a szabadrugáson itt a cserét követően. Jó, jön középre, kimondottan, sikerül is megcsúsztatni. Tóth ment aztán a labdáért, Tóth Mezeinek, kicsit röviden. Mezeinek pakolnak oda elég keményen. Mezei. És ha már szóba került a lelátóról jövő Rigmus, hogy küzdjetek a bennmaradásért, akkor érdemes megemlíteni, hogy az NB3 középcsoportjából, csak úgy, mint a keletiből és a nyugatiból, 5 csapat fog kiesni a szezon végével, tehát a 16, 17, 18, 19, 20. helyezettek, valamint a legrosszabb 15. Úgyhogy ami biztos bennmaradást ír, az a 14. hely, ettől jelenállás szerint 5 pontnyira vagyunk. Nem nézve ennek a meccsnek az eredményét és a fordulóban lejátszott többi meccs eredményét. Hogyha szerencsénk van, akkor sikerül közelítenünk majd a Dabas Gyón csapatához. Széles Bence szerelt ez Zahoránt. Marad a labda így a hazai csapatnál. 87. perc már a mérkőzésen, úgyhogy nagyon közel a vége. Akit gólzáporos győzelemre számított, annak csalódnia kell. De szerintem elsősorban most az a lényeg, hogy meglegyen a 3 pont. Ez is önbizalomnövelő lehet adott esetben. Következő körben azt nézem, hogy a Monor csapatához látogatunk, a Monor az kimondottan ilyen csapat itt az NB3-ban, és azt követően a Dabas jön majd ide Hódmezővásárhelyre. Úgyhogy nem lesznek könnyűk a következő mérkőzések, de hát melyik mérkőzés az, most láthatjuk, hogy a sereghajtó ellen is igencsak meg kell szenvedni a győzelemért. Maradhat a hazai oldalon a labda. Tóth József dobhat. Ő ugye tud nagyot is dobni, de most egy kisebb változatot választ. Hát ez szabálytalanság egyértelműen, mondom én. Az asszisztens nem úgy látta, 5 méterről. Bata szépen viszi el. Bata még mindig, Bata. Ott hány embert beültetett a hintába, aztán elhúzzák a lábát. Hát ez is szabálytalanság volt egyértelműen. És a vendégek ki tudnak jönni. Széles. Érkezik a jobbján Réti. Kapja is Réti, de Zahorán vissza fog tudni érni, és Zahorán nagyon szépen szabályosan becsúszva szerel. Sindel. Gyürki pedig már indult volna. Túlak kap egy sárgalapos figyelmeztetés, Tamás Bence. Huszár. Majdnem sikerül megzavarni, de csak majdnem.
mezei, inkább hátra Kandóig. Nem sokszor kellett mondanom a nevét. Reméljük nem fázott meg, annyira nem volt dolga ott hátul, és az időjárás az meg változott a kezdéshez képest. Jó pár fokot hűlt a hőmérséklet. Belül vagyunk az utolsó percen a rendes játékidőben. Konc nagy lendülettel. Mezei. Koncnak tovább. Konc. A rövidre nem volt az rossz. Gyürki nem ért oda. Kugli kap egyet. Mezeitől. Mezei kap sárgát. Hát elég a 90 perc, és 2 perc lesz a ráadás, ha minden igaz. Vagy 3, attól függ. Ja, furcsán mutatta a játékvezető, úgyhogy ne lepődjön meg senki, hogyha esetleg ez 3 perc lesz, nem 2. Széles. Simao. Szélessel. Most jönnek előre a vendégek, mondjuk sok veszíteni valójuk nincsen. Ha lehet, hogy kicsit hamarabb is megpróbálhattak volna nagyobb létszámban előre jönni. Most viszont itt létszámfölényes szituáció alakulhat ki. 3 vendégvédőre van, 5 hazai támadó, Bata. És sikerült csak egy szögletet kihozni a dologból. Játékvezető kicsit megsürgeti Mezei Olivért, hogy gyorsabban végezzen a szögletet. Na, leállunk ott a sarokba kicsit húzni az időt. Hát ez így Batáról ment ki talán tényleg. A játékvezető nagyon nézi már az óráját. Szerintem maximum 1 perc lehet még hátra. Hazai dobás. Mezei hagyja ott Tótnak. Mondjuk most a játékvezetőtől megkérdezte Vituska, hogy mennyi van még hátra, azt mondta neki, hogy 2 perc. Vagy lehet, hogy azt kérdezte meg, hogy összességében mennyit hosszabbít, ezt nem tudhatjuk innen. Csak a választ hallottam. Bata! A szöglet lesz így. Mondom én, de a játékvezető inkább úgy dönt, hogy véget vet a mérkőzésnek. A 47. percben szerzett Pleszkán Tibor találatnak köszönhetően végre sikerül mérkőzést nyerni. 8 nyeretlen mérkőzés követően most van ott egy kis kakaskodás az alapvonalnál. Ez nagyon nem hiányzott. Na, mi történik még ott? Mielőtt itt befejezném az értékelést. Összességében egyébként teljesen megérdemelt győzelmet arat a csapat, hiszen végig uralta a mérkőzést, labdabirtoklás százalékosan kifejezve, hogy 70-30 lehetett a javunkra. Úgyhogy végre sikerül újra 3 pontot gyűjteni, és ez a lényeg. Bízunk benne, hogy ennek köszönhetően megindul a csapat felfelé, és önbizalom növelőleg hat ez a győzelem. Nekem most nincs is más dolgom, mint hogy akkor a végeredménnyel búcsúzzak. Hódmezővásárhelyi FC Majosi Ese 1-0. Hűvös Oszkár operatőr kollégám nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Csáki Márton voltam a Városi Stadionból. A viszontlátásra, viszonthallásra.